A Magyar Vörös Kereszt szervezett ünnepséget azoknak az elhivatott segítők tiszteletére, akik rendszeresen adnak vért, ezzel több ember életét megmentve. Az eseményen a véradók különböző kitüntetéseket és tárgyutalmakat vehettek át, így köszönték meg a segítségüket. A kitüntetettek között volt, aki 100-szor adott vért, de volt olyan is, aki a legmagasabb 140-szeres véradásért vehetett át elismerést. Évente próbálkozom, hogy szavakba öntsem azt, ami lehetetlen. Ezt egy egész életen át nem lehet megköszönni. Az emberséget, a szolidaritást, a felebaráti szeretetet, az önzetlenséget, azt, amit önök adnak a magyar társadalomnak. Persze azt is tudom, hogy önök nem kérnek hálát, és nem kérnek magyarázatot. Hisz önök képviselik a reményt, az összetartozást, a közösséget, az együttlétet, a megmaradásnak a hitét. Önök emberek az embertelenségben. Az önök cselekedetei, az önök jelleme, az önök képessége nem csak azt fejezi ki, hogy tudnak adni vért, önök mást képviselnek. Azaz sok minden mást. Önök hisznek a jóban, a felebaráti szeretetben, hisz ezért küzdenek, ezért lelkesednek egy egész életen át. A Békés megyei kormányhivatal igazgatója dr. Krizsán Anett hangsúlyozta, azért is fontos a rendszeres véradás, mert így példát mutathatunk a fiataloknak. Ez nagyon fontos, hogy legyen minta a fiatalok előtt, hiszen mind a mellett, hogy minden terület, így Békés megye is megszenvedi a fiatalok elvándorlását, azért mégiscsak fontos a példamutatás, hiszen hogyha nem látják a fiatalok azt, hogy milyen nagy szükség van a véradásra, akkor nem lesz minta, amit kövessenek, és azt gondolom, hogy rendkívül fontosak azok a rendezvények, amelyek népszerűsítik a véradásnak a fontosságát. Körös úr nagyon szépen elmondta, hogy milyen jelentősége van ennek, és azt gondolom, hogy valóban így van, hogy akkor, amikor ott vagyunk, vagy ott vannak az orvosok, és gyorsan, sürgősen kell, el sem tudjuk képzelni, hogy ennek a véradásnak micsoda jelentősége van. Fontos is ezt megköszönni azért, mert önök ezt úgy teszik, hogy nem kötelező. Hogy a társadalmi felelősségvállalás ilyen formában is megjelenhet, ezért tisztelet, köszönet és hála illeti önöket, ahogy főorvos úr is mondta, és ezt ezúton is szeretnénk önök felé tolmácsolni, amilyen eszköz a Vöröskereszt rendelkezésére áll. Naponta 1600 liter vérre van szükség hazánkban ahhoz, hogy biztosítani tudják a biztonságos vérellátást. Békés Csabán állandó véradásra is van lehetőség a területi vérellátónál, és december 3-án a Trefort Ágoston szakközépiskolában.